újabb döntés, védettséget igazoló okmányt vezet be a kormány. Lakás- és társasházkárok támogatással segít az önkormányzat. Több a kiadás, de kevesebb pénzből gazdálkodhat a gyepmesteri telep. Ma is itt vagyunk, köszöntöm Önöket, jó estét kívánok! Védettséget igazoló okmányt vezet be a kormány, jelentette be Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a legutóbbi kormányinfón. Ezt azok kaphatják majd, akiket beoltottak, illetve akik felgyógyultak a koronavírus fertőzésből. Sokan tünetmentesen esnek át a betegségen, így azok is kaphatnak igazolást, akiknél vérvizsgálattal kimutatják az antitest jelenlétét a szervezetben. Nem tudom, ilyen kötelezőnek hat. Így vélekedik egy gyöngyösi lakos arról, hogy a kormány védettséget igazoló okmányt vezet be. Megosztó a téma a városban élők között. Van, aki szerint nincs megfelelő információ arról, hogy ezzel az igazolvánnyal milyen engedmények járnak a korlátozások kapcsán. Ezzel utazni lehet, vagy ide menni, oda menni, tehát ezt nem tudjuk, hogy mire lesz alkalmas. Van, aki szerint jó ötlet, különösen a fiatalok számára. Ugye azok utaznak, mondjuk már az én korosztályomnak annyira nem érdekes, de azok jobban tudják érvényesíteni. De akadt olyan is, aki szerint ez nem fog motivációt adni az oltásra. Szerintem nem. Nem ez a motiváció. A félelem a vírustól az a motiváció, ezek a papírok, ezek engem legalábbis semmire nem motiválnak. Az okmány részleteiről Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter beszélt a legutóbbi kormányinfón. Elmondta, ilyen okmányt az kaphat, aki már megkapta a koronavírus elleni második oltást is. Ebben az esetben az okmány érvényességi időt nem tartalmaz majd. Az oltás beadásának az időpontját rögzíti, hiszen az egyes vakcinák által nyújtott védettséggel kapcsolatosan még nincs pontos információnk. Lehet, hogy legalább fél évet valószínűsítenek, de lehet, hogy ez hosszabb, akár egy év vagy ennél hosszabb idő is lehet, de az biztos, hogy az igazolvány az érvényesség kezdeteként a második oltás időpontját rögzíteni fogja. Szintén védettséget igazoló okmányt kaphat az, aki a koronavírusból felgyógyultnak minősül, mondta Gulyás Gergely. Itt az érvényesség kezdete, az a, ha valaki kórházban volt, akkor a kórházból történt elbocsátás napja, hogyha volt pozitív PCR-tesztje, ami a betegséget igazolta, akkor az ezt követő első negatív PCR-teszt, tehát ami pedig a időpontja, tehát ami a gyógyulást igazolta. Illetve azok is kapnak igazolást, akik csak pozitív tesztet produkáltak, majd házi karanténba kerültek. Számukra a betegséget követő első negatív PCR-teszt időpontja, vagy az első pozitív PCR-tesztet követő 10. nap időpontja kerül bele az okmányba. Gulyás Gergely hozzátette, van még egy lehetőség, hogy valaki okmányhoz jusson, ez azonban nem ingyenes a többitől eltérően. Ha valaki hitelesített laborban végzett vérvizsgálat által igazolja az antitestek jelenlétét, akkor kap igazolást. Ebben az esetben az igazolvány érvényességi ideje a vizsgálattól számított 4 hónap. Immár elemi károk enyhítésére is kérhető rendkívüli települési támogatás, miután módosította a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletet a képviselőtestület. A döntést az indokolta, hogy az elmúlt időszakban az önkormányzatnak több alkalommal is kellett elemi kárral érintett, nehéz élethelyzetbe került személyeknek támogatást nyújtania. Lakodi utcai lakástűz, társasházakat sújtó viharkárok és a Verseny utcai gázrobbanás. Néhány tragikus esemény, mikor a lakástulajdonosokat, társasházakat nagy veszteség érte. Ezek az esetek is rámutattak arra, hogy váratlan kár vagy tragédia során az önkormányzat gyors segítségnyújtása nélkülözhetetlen. Az egyik ilyen a rendkívüli települési támogatás elemi kár enyhítésére, a másik pedig egy Viszmajor alap. Árvai Gergely, a közigazgatási és intézményirányítási igazgatóság igazgatóhelyettese elmondta a két támogatási forma közös elemét. A bekövetkezett káresemény nyomán a kérelmezőnek igazolnia kell ezt a káreseményt magát, egy kárfelvételi jegyzőkönyv, egy hatósági bizonyítvánnyal, valamint hogy érvényes lakás vagy vagyonbiztosítással kell, hogy rendelkezzen. A következő az indok ennek, ugye itt a biztosítás meglétével azt próbálja az önkormányzat segítségnyújtásképpen megalapozni, hogy egy igazolt, de ténylegesen meg nem térülő káreseménynek a különbözetét a megállapított kártérítéshez
mérten meg tudja állapítani segítségképpen az önkormányzat. A kettő közti különbség az érintettek köre. Elemi kár esetén azok az ingatlan tulajdonosok kérhetik, akik rendelkeznek lakásbiztosítással. A Viszmajor pedig a társasházi, illetve lakásszövetkezeti károsult ingatlanok közös használatú részére vonatkozik, például egy lépcsőház károsodása. Az igazgató helyettes azt mondja, az elemi kár esetében fontos kiemelni, hogy vonatkozik mind a tulajdonosra, mind a bérlőre a támogatás. Mértéket illetően az elemi kárnál egy magasabb összegű lehetőség van, mint felső határ megállapítva. Ez ugye változott és magasabb lett. A Viszmajor keretnél pedig egy Viszmajor alapot hozott létre az önkormányzat, és itt is a felső mértékét ez szabja meg a támogatás lehetőségének. Utóbbi esetében a képviselőtestület dönt egyedi elbírálás útján is visszatérítendő vagy nem térítendő támogatást nyújthat. Mindkét esetben kamatmentes támogatásról van szó. A Verseny utcai eset kapcsán Árvai Gergely kiemelte, hogy valamennyi érintett nyomban gyors segélyt kapott, és az a 6 lakás, melynek lakói közvetlenül érintettek voltak, az ő támogatási kérelmük elbírálás alatt áll a már említett támogatási elemekkel együtt. Hazánkban tavaly több mint 92 ezer gyermek született, és közel 140 ezeren vesztették életüket a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint. A születések száma 3,4, a halálozásoké 7,7%-kal haladta meg az előző évit. 2020-ban a természetes fogyás több mint 47 ezer fő volt, közel 7 ezerrel több, mint egy évvel korábban. Ez 1900 óta, amióta vezetik a statisztikákat, a második legrosszabb adat. A tavalyi év három jól elkülöníthető részre oszlik hazánk halálozási arányát tekintve. Januárban és februárban több mint 3600-al kevesebben haltak meg, mint 2019 első két hónapjában, majd márciustól augusztusig minden hónapban óriásit csökkent ez a szám. A járvány második hullámában pedig hónapról hónapra nőtt a halálesetek száma. Szeptemberben 213, októberben 511, novemberben több mint 2100, decemberben már közel 5000 volt. Bár Magyarország hivatalos statisztikája szerint többen haltak meg tavaly, mint 2019-ben, ezzel szemben gyöngyösen a halálozások száma csökkent, a születések száma pedig nőtt. A tavalyi évben összesen 886 újszülöttünk volt, ami 88-al több, mint a 2019-es évben. A halálesetet illetően pedig tavalyi évben 942 darab volt, ami viszont hál' Istennek csökkenést mutatott az előző évhez képest, ugyanis akkor 36-tal több volt. A születések arányát tekintve érdekes adatok születhetnek a jövőben, ugyanis ha válság van, akkor kevesebb gyerek születik, olyat viszont most először láthatunk a gazdasági szakemberek szerint, hogy egyszerre van válság és gyerekvállalás támogató gazdaságpolitika. A névválasztások kapcsán pedig érdekes megállapítást tett az anyakönyvvezető. Sajnos már nagyon-nagyon elvétve találkozunk egy-egy Évával, egy-egy Ádámmal, úgyhogy sajnos inkább az újabb nevek felé avanzsálnak a szülők. Takács Tímea anyakönyvvezető azt mondja, városunkban most a legkedveltebb nevek az Evolet, Dála, Nancy, illetve a Donovan, Junior és Leopold. 20%-kal kevesebb önkormányzati támogatásból gazdálkodhat idén a gyöngyösi gyepmesteri telep. Míg korábban az egyik bevásárlóközpontban többször tarthattak adománygyűjtést, most a vírushelyzet miatt ez nem lehetséges. Az üzemeltetőnek tavaly 20 millió forint volt az egész éves kiadása, idén pedig ettől is többre számítanak. Aki segíteni szeretne, továbbra is megteheti pénzbeli vagy tárgyadományokkal, illetve adójának 1%-ával. Izgatottan várják, hát ha igazi otthonra lelnek az árva kutyák a gyűjtésen. Ezeket a képeket még tavaly készítettük az Új Nap Egyesület egy a bevásárlóközpontban tartott adománygyűjtésén. Október óta azonban a vírushelyzet miatt nem találkozhatunk itt velük, így azóta kevesebb adomány érkezik hozzájuk. Az adó 1%-ot azonban most is fel lehet számukra ajánlani, annál is inkább, hogy kevesebb önkormányzati támogatásból gazdálkodhatnak az idei évben. A tavalyi évben 20 millió forint volt a kiadásunk, ebből 8-at ön részből finanszíroztunk, 12-t az önkormányzati támogatásból. Hát most a havi apanásból olyan 20-25%-ot vett el az önkormányzat, akkor ki lehet számolni, hogy mindennek az ára fölfelé megy, valószínűleg kiadásunk is több lesz, nekünk is meg kell húzni a nadrágszíjat.
A telepet üzemeltető egyesületnek meg kell fizetnie az alkalmazottakat, az elpusztult állatok hamvasztását, a befogadott ebek ételét, vizét, orvosi költségeit. Most például a kennelek tetejét kell lecserélni, és szinte folyamatosan teltház van a telepen. Bár kihelyezett gyűjtést most nem tarthatnak, az adó 1%-on túl is várják a felajánlásokat. Természetesen, aki segíteni szeretne, az tud segíteni. Mindenféle felajánlást fogadunk itt a száraz kutyatártól kezdve, a takarókig, a plédek, a használt ágynemű, fertőtlenítőszerek, tisztítószerek, ezekkel tudnak a legjobban segíteni. A legnagyobb segítség az árvakutyáknak azonban az, ha szerető családba fogadják őket. Az ebeket oltva, csippeltetve, esetenként ivartalanítva lehet örökbe fogadni. A város több pontján is előbújt, és az erdőben is látni már hóvirágokat. A tavasz hírnöke az uniós csatlakozás óta védett növényfaj Magyarországon. Így annak szedése szigorúan tilos és büntetendő. Szankciók nélkül mindenki csak a saját kertjében tépheti le. Árusítani pedig csak abban az esetben lehet hazánkban, ha olyan országból hozta be az illető, ahol nincs természetvédelmi értéke, és rendelkezik hatósági engedéllyel. Már több helyen is előbújtak a hóvirágok a földből. Magyarországon a növény 4 fajtája jelenik meg, egyik a kikeleti hóvirág, melynek példányai hazánkban és az európai közösség területén védettséget élveznek, letépésük pénzbírságot, súlyosabb esetben eljárást is von maga után. A dísznövényként elterjedt fajták pedig a redőslevelű, a pompás, illetve a levantai hóvirág, tudtuk meg Láposi Rékától. Hóvirág kapcsán a kikeleti hóvirágra kell gondolni, a Galanthus nivalisra, ami Magyarországon őshonos, és 2005. augusztusa óta védett. Az Európai Uniós csatlakozásunk után, ugye ez egy európai közösségben természetvédelmi szempontból jelentős fajjá lépett elő, és ennek köszönheti a hazai védettségét. 10 000 forint az eszmei értéke, ami a növény minden egyes részének gyűjtésére igaz. Virágzása normál esetben februártól áprilisig tart, azonban enyhetél esetén már januárban kinyílhat. Bár jól tűri az alacsony hőmérsékletet, de a mínusz 15 fok alatt kinyílt hóvirág el is fagyhat, mondja az egyetemi docens. Hozzátette, a növény egyik részét sem ajánlott elfogyasztani, hiszen mérgező. Erős hatású alkaloidokat tartalmaz. Régen a népi gyógyászatban izomernyedtség kezelésére, tehát például az Alzheimer-kór kezelésében tapasztalták nagyon kedvező hatását magának az egyik alkaloid hatóanyagnak, de maga a növény föld alatti föld feletti részei is mérgezőek, ezért népi gyógyászati használata ilyen formában nem javasolt. A kertekben általában nem a kikeleti hóvirággal találkozunk, hanem a pompás hóvirággal, aminek hagymája a virágboltokban is kapható. A kikeleti hóvirággal való kereskedés az európai közösségben csak természetvédelmi hatóságtól kapott engedéllyel lehetséges, abban az esetben, ha olyan országból hozták be, ahol nincs természetvédelmi értéke. Az NB1-es férfi kézilabda bajnokság tavaszi pontvadászatának második fordulójában újra idegenbe utazott a Konkai legénység. Viloszkijék a Komló ellen mindig izgalmas mérkőzéseket játszottak. Az őszi szezonban hazai pályán 30-26 arányú magabiztos gyöngyösi győzelem született. Komlón sajnos a gyöngyösi egység egyfél időnyi előnyt adott az ellenfélnek, amit a folytatásból már nem tudott behozni. Két fél időben leáll a játék, és az első fél időt most már mondhatom azt, hogy másodszor elrontottuk. Azt gondolom, hogy az első fél időben akár a védelmünk, akár a támadás befejezésünknek a pontatlansága, hibáim miatt aztán olyan előnnyel indulhatott a második fél időben a Komló, amit mi ugye megpróbáltunk ledolgozni, de a második 30 perc az kevésnek bizonyult. Ott sem igazán találtuk a támadó ritmusunkat. Védekezésben meg nagyon nehéz volt, mert nagyon türelmesnek kellett lennünk. Ebbe többször volt olyan, hogy folyamatosan ugyan megoldottuk a védő feladatainkat, de a kipattanó vagy a passzív jelzés után újra szervezhette a Komló a játékát, mert vagy kapufát érintette a labda, vagy pedig a kapus ért bele, és abból a kipattanó az oldalvonalon kívülre ment. Tehát igazából ezek voltak azok a szerintem döntő momentumok, amik miatt aztán nem tudtunk közelebb menni. A második félidőt egy góllal megnyerte ugyan a Gyöngyös, de ez összességében kevésnek bizonyult a pontszerzéshez is. Azt mondtam a fiúknak a mérkőzés előtt, hogy
azért az idei bajnokságban látunk meglepetésszerű eredményeket, hogy jó lenne végre ebből egyszer kivennénk a részünket, és azt gondolom, hogy ma mindent meg is tettünk ezért. Tehát a mérkőzés elejétől kezdetán az első pár perc volt az, amikor föl kellett vegyük ezt a ritmust, azt a játékot, azt a fordulatszámot, azt a lelkesedést, amivel mi eredményesek tudunk lenni, és ezt utána a mérkőzés nagy részében persze helyenként hibákkal, de azt gondolom, azt csináltuk végre, amit kell. A Komló 29-26 arányban megérdemelten nyerte meg a mérkőzést. Halászéknak nincs sok idő a pihenésre, szerdán már a Ferencváros, vasárnap pedig a Dabas ellen lesz lehetőségük újra a bizonyításra. Eddig kizárt családok számára válik elérhetővé a babaváró hitel egy jogszabályváltozásnak köszönhetően. Akik a babaváró hitel indulása óta egy idősebb gyermeket fogadtak örökbe, elestek a legfeljebb 10 millió forintos kölcsön kedvezményeitől. Most már nekik is van lehetőségük a babaváró hitel kihasználására. A módosítás alapján az örökbefogadás időpontja lesz a meghatározó, nem pedig a gyermekkora. A jobb átláthatóság érdekében megszűntek az A+-os besorolások. A háztartási nagygépek, fényforrások és elektronikus kijelzők beszállítóinak már tavaly november óta A-tól G-ig terjedő energiaskálán kell besorolniuk a termékeiket. Most márciustól az új energiahatékonysági címkéket az üzletekben és a webshopokban is kötelező kihelyezni, amelyet ellenőrizni is fog a Fogyasztóvédelmi Hatóság. Hívja fel a figyelmet a változásra az Innovációs és Technológiai Minisztérium közleménye. Az aktuális végén legfontosabb híreink még egyszer röviden. Újabb döntés, védettséget igazoló okmányt vezet be a kormány. Lakás- és társasházkárok támogatással segít az önkormányzat. Több a kiadás, de kevesebb pénzből gazdálkodhat a gyepmesteri telep. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!